Antal Tamás vagyok, a DJ nevem Youth Disco. Azért jelentkeztem a versenyre, mert azt gondolom, hogy az a house zene, amit képviselünk jó páran itt Magyarországon, jelen pillanatban még nincs akkora hírnév előtt itt az országban, tehát nincs olyan szinten elismerve, illetve populáris rádióban, illetve klubokban kevés olyan helyszín van, ahol ezt a house zenét, ezt a típusú zenét játsszák, és azt gondoltam, hogy egy ilyen versennyel ennek a típusú house zenének egy jó promóciót és lendületet tudnánk adni. 14 éves koromban kezdtem el úgymond zenéket gyűjteni, és akkor volt az első olyan inspirációm, hogy ezt az embereknek be is szeretném mutatni, és innentől kezdve datálódik ez az időszak, hogy úgymond DJ-ként funkcionálok. Hát ez nagyjából 25 éve történt. A zene szerető van a családban, akinek nagy zenei gyűjteménye van, bakelitek, CD-k, és lehet, hogy az ő inspiráció is segített abban, hogy erre a szakmára lépjek. Illetve volt sok mentorom is, én Nógrád megyéből pásztorról származom, és az ottani klubokban dolgozó DJ-k segítették eleinte a pályafutásomat. Eleinte fénytechnikával is foglalkoztam, illetve az ő trükkeiket lestem el, és aztán idővel azért én is oda jutottam a DJ pult közelébe. Alapvetőleg nincs külön felkészülési metódus, ez a szakma szerintem úgy működik, hogy az ember egyfolytában hallgatja az új stílusokat, zenéket, mixeket, és nem csak az, hogy hallgatja, hanem el is megy esetleg számára szimpatikus artistoknak a fellépéseire. A legjobb a szakmában szerintem az, hogy azok az energiák, amelyek az emberek a tánctérről közvetítenek az ember felé, ezek a mindennapokban manifesztálódnak az artistoknál is szerintem. Nem mellesleg az is nagyon jó érzés, hogyha neked tetszik egy zene, vagy te alkottál producerként egy zenét, és ez jól működik a tánctéren, és az emberek önfeledten tudnak rá szórakozni, ennél felemelőbb érzés szerintem nincsen.